Néhány olyan esettel is találkoztunk, amikor a népszámlálási biztos nem tudott az emberek nyelvén beszélni. Néhány olyan esettel találkoztak, ahol idős személyek, például magyarok nem tudtak a román kérdező biztossal beszélni. Ilyen eseteket, ezeket az eseteket központosítjuk. Ezek a címek eljutnak a kolléganőimhez, és a kolléganőim készségesen kimennek minden nap, és elvégzik a népszámlálási munkát. Még akkor is, ha nem hozzájuk tartozik az az utcán. Ezt úgy oldják meg, hogy kitöltik az űrlapokat, és eljuttatják az adott körzet népszámlálási biztosához. Arra kérek szépen mindenkit, hogy bárki bármit is észlel, bármilyen rendellenességet észlel, továbbra is használja akár az RMDS zöld számát, akár a városházának a 02-64-43-00-11-es telefonszámát. Minden nap 3 óra körül, 2-kor, 3-kor megtartjuk azokat a gyűléseket, ahol kielemezzük és tudomást szerzünk az előző napi eseményekről, illetve meghozzuk azokat a korrekciós döntéseket, amelyek a különböző problémák elhárításánra hozok. Még egy dolog van, érkezett két kérelem, hogy népszámlálási megfigyelőket nevezzünk ki. Erről a mai nap folyamán fogunk dönteni. Összehívtuk a teljes népszámlálási bizottságot. A tegnap erről nem tudtunk dönteni, mert mindössze 3-an voltunk jelen ezen az eligazításon. De ma mára összehívtuk hivatalosan is úgy, hogy írásos formában, és megpróbálunk ebben az ügyben is döntést hozni.